Szent István ünnepe hagyományosan a nyárra esik, ami a tanítási intézményekben szünet. Így a Keliben az új névadó ünnepét ősszel tartják, a magyarok nagyasszonya ünnepére időzítve, hiszen az intézmény nemrég vette fel államalapító királyunk nevét, így ez egy új hagyomány. A nap alkalmából pályázatokat is írtak ki. A Szent István nevét felvette a Keri. Természetesen a Keri az Keri maradt, tehát az a tradíció, az a hagyomány, az a környezet, az a biztos tudás, az a szakember képzése a környéknek, az mindig, amelyekre büszkék vagyunk, és elődeikre is nagyon büszkék vagyunk, az mindig is megmarad. A mai napon is a Szent Istvánnyi hagyományt, a Kerinek a hagyományát szerettük volna egy picit feleleveníteni, illetve különböző programokba bevonni a diákokat. A munkaközösségek, minden munkaközösség különböző versenyekkel, rendezvényekkel készült, és nagyon jó, nagyon ötletes pályaművek születtek, amelynek az eredménye a mai napon került kihirdetésre. Egy kicsit a diákok lelkét és tudatát is szerették volna megszólítani a nappal, és a lokális történelemtudatuk is növelni. A 9. évfolyam a Magyar Kálváriára látogatott el, ahol egy rendhagyó történelemórát és egy Szent István lelkiségéről szóló rövid előadást hallgathattak meg a szabadban. Nagyon komoly dolognak tartjuk azt, hogy nevet választott a Keri, és most már Szent Istvánnak az oltalma alatt éli a mindennapjait, és hogy ezt jobban tudatosítsuk a diákokban. Tavaly óta elindult egy Szent István nap, egy iskola nap, amely, mivel Szent István ünnepe alapvetően a nyári szünetre esik, keresnünk kellett egy másik ünnepet, nem volt nehéz megtalálni, hogy magyarok nagyasszonya ünnepe kapcsolódik legjobban ehhez a szenthez, hiszen ezen a napon ajánlotta fel országunkat a boldogságos szűzanyának. Tulajdonképpen ez a gondolat lengi át az egész napot, és az egész nap felépítése olyan, hogy van benne imádság, köszöntjük a szűzanyát a rózsafüzérrel, Szent István királyt litániával, illetve az Úristent a Szent Misével. Aztán vannak diákok, akik a Kálváriára mennek, és megnézik azt az országot, amit maga Szent István alapított, és ugye abban a történelmi tragédiában is elmélyednek, ami ennek a szétszakítottságát jelenti, különösen itt Sátoraújhelyben. De a napnak a többi része is szervesen kapcsolódik ehhez, hiszen a pályázatok, amelyekben a gyerekek a pályaműveket alkották, azok mind-mind valahol Szent István királyt ragadják meg, és néha nagyon-nagyon kreatív módon, hiszen még az informatika munkaközösség is, vagy a természettudományos munkaközösség, ugyanúgy, mint a humán vagy a nyelvi, egyaránt érdekes és izgalmas dolgokat tudtak kitalálni Szent Istvánnal kapcsolatban, milyen lenne ő a mában, milyen lenne vele egy interjú, hogy tudnánk egy posztert megalkotni az ő személyéről, tehát sok-sok mindenben át tudták vinni a mai életre. Novemberben lesz az iskola alapításának 110. évfordulója, erre is készülnek már, és az említett pályázatokból egy kiállítást szeretnének közszemlére tenni. A programokban dús napot Szentmisével zárták.